Az augusztus 20-ai állami ünnephez kapcsolódóan hagyományos ökumenikus istentiszteletet tartottak Pesterzsébeten, és megszentelték az új kenyeret. Bénusz Gellért plébános köszöntötte a híveket, majd a keresztény egyházak papjai, lelkészei mondtak beszédet és imádságot a magyarok nagyasszonya templomban. A szónoklatok között a gitáros kórus, valamint Tuznik Natália énekelt, és a 20. kerület polgármestere is részletesen kifejtette gondolatait. Ünnepeljünk büszkén és hálatelt szívvel. Most egy templomban gyűltünk össze, és nem véletlen, miután minden mindennel összefügg, a magyarok nagyasszonya templomában vagyunk, és ez is egyfajta kapocs már az ünnepeltünk felé, hiszen jól tudjuk, hogy Szent István király volt az, aki akkor sem esett kétségbe, amikor mindenki más kétségbe esett volna az ő helyében, amikor elvesztette az egyetlen fiát, akire rá akarta bízni ennek az országnak a vezetését. Mit volt mit tenni, akkor rábízta a szűzanyára, és magyarok nagyasszonya azóta is a mi legfontosabb pátronánk. Ugyanakkor Szent István király nemzetünknek is, a Kalocsai Főegyházmegyének is a fő védőszentje. Tehát sokszorosan ünnepelhetjük őt, mint példaképünket, hitben, emberségben, uralkodásban, ugyanakkor az irgalmasság és a szeretet gyakorlásában is. Az ünnep az mindig egy kiemelt eseménye életünknek. Ilyenkor nem csak családunkban, hanem szűkebb és tágabb környezetünkben is, az azt megelőző napokban készülünk. Otthon ilyenkor többet vásárolunk jellemző módon az utóbbi időben, ünnepi asztalt terítünk, ha pedig társaságba megyünk, vagy részt veszünk egy rendezvényen, a szebbik ruhánkat öltjük magunkra. Így van ezzel egyébként az önkormányzat és az ország is, mert nem csak elismeréseket adnak át ilyenkor, és köszönik meg az addig végzett munkát egyfajta számadás jegyében, hanem próbálnak olyan eseményekkel, olyan változtatásokkal készülni, ami az ünnepet még inkább kiemeltebb nappá teszi az év, egyébként szürkébbnek, dolgosabbnak tekinthető napjai közül. Így voltunk ezzel mi is most itt Pesterzsébeten, és hál' Istennek jó néhány olyan beruházásunk valósulhatott meg, amelyet Erzsébet lakóközössége, de akár budapestiek is örömmel fogadhatnak és láthatnak. Sőt, azt mondhatom, hogy olyan munkákban vagyunk benne, amely nagyon sokaknak az életminőségét, a körülményeit fogja javítani ebben a kerületben. Ilyen például akár itt a szemben épülő, régi és romokban hevelő törökfrolis iskola felújítása, ahol katolikus főiskola fogja megnyitni majd jövő esztendőben a kapuit. De ha nem ilyen nagy léptékű dologra gondolok, csak arra, hogy éppen most rendbe lett téve ez a park is, vagy éppen adományból a templom bejárattal szemben felállításra került egy kereszt, ez is mind-mind azt mutatja, hogy van közös elképzelésünk, közös jelenünk, közös sikereink, és van jövőnk. Akkor, amikor az ünnepi készülődésben és az ünnepeken való eseményeken részt veszünk, az elsősorban sok esetben a kikapcsolódás részét is jelenti. Így volt ez tegnap este is, amikor a sétáló utcában a tűzi játékon több ezer ember vett részt örömmel, és köszönet nekik is, hogy eljöttek, és közösséget alkotva együtt örültünk, és az ünnep előestéjén így köszöntöttük nem csak egymást, de magát augusztus 20-át is. Hosszúnak tűnő bevezető után azért szeretnék egy gondolatot kiemelni, mégpedig, hogy az ünnep nem csak külsőségekből áll. Nem csak az építkezésből, a jó hírek felsorolásából, nem csak a számadásból és a munkánk elismeréséből. Az ünnep az elmélyülést is igényel, és ez nem mindig jut eszünkbe. Lehet, hogy erre fel kell hívni a figyelmet. És lehet, hogy nem csak az ünnepnapokon, hanem az egyéb előbb is említett hétköznapokon.
Mi erre az ünnepre adományból egy keresztet állítottunk a határút és Helsinki út sarkára. Távolabb a lakóházaktól, hogy ne sértsen senkit, mert a mai világban nem lehet tudni, hogy kit, mi az, ami bántólag érinthet. De ez a kereszt ott van hívőnek és ateistának, ott van akár más vallású embereknek is, mint egy jel, mint egy jelkép, mint egy útmutatás. Egy útmutatás, vagy mint egy intelem, mint ahogy az annak idején Szent István is megtette, hogy utat mutatott, és próbálta a jövőt irányítani. De számára is volt egy jel, a keresztjele. És ez a jel azóta is mindig ugyanazt mondja és ugyanazt üzeni. A befogadást, az elfogadást, a segítségnyújtást, a szeretetet. Ez az ünnep nem szól másról, csak amit én most elmondtam. Ettől válik rendezetté, tisztává az életünk. A kereszt nem a szenvedésre hívja fel véleményem szerint elsősorban a gondolatainkat, a figyelmünket, hanem sokkal inkább az összetartozásra, az elfogadásra és a szeretetre. Én azt kívánom, hogy ez a szeretet, ez az elfogadás, ez jellemezzen bennünket itt Pesterzsébeten és minden keresztényt a világban, és adja azt az üzenetet minden hozzánk érkezőnek és innen tovább haladónak, hogy itt mindenki asztalára kell, hogy jusson kenyér, a szegénynek, a rászorulónak, az átutazónak és az itt maradónak. Kívánok Önöknek elkövetkezendő időkre is sok boldogságot, ennek a kerületnek és ennek az országnak pedig bősége. Könyörögjünk, Istenünk, gondviselő Atyánk! Minden nap kértük tőled a kenyeret, és ma ez évben kapott ajándékotként oltárod elé hoztuk az új kenyeret. Hálánk jele, amikor rá szent fiad jelét rajzoljuk, és hálás szívvel, örömmel fogyasztjuk. Nem csak kérni, de megköszönni is akarjuk a mai napon az új kenyeret neked, aki gondunkat viseled. Hálát adunk mindazok munkájáért, akik szántottak, vetettek, arattak, szállítottak, őrültek, dagasztottak, sütötték, hogy illatos ajándékod minden nap asztalunkra kerüljön. Fogadd, Urunk, érte köszönetünket is. Áld meg asztalunkra került kenyerünket mennyei áldásoddal, hogy hálás lélekkel fogyasztva, érte neked és embertársainknak hálát adva, testünk, lelkünk gyarapodására szolgáljon. Mi Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mindennapi kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, és aki veled él és uralkodik, mindörökkön, örökké. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Isten szeretete, Szent Lelkének megtartó és megsegítő ereje legyen és maradjon mindnyájan ti véletek. Áldja és szentelje meg ünnepléseteket, Erzsébet népe. Ámen.